a Podcast. Tudomány mindenkinek. A kiberbűnözők nagyon kreatívak, ha a felhasználók pénzének elcsalásáról van szó. Áldozataikat a legkülönfélébb módszerekkel célozzák meg. Kezdve a különböző megszemélyesítésektől egészen a csaló online piacterek létrehozásáig. A kiberbűnözők pedig gyorsan reagálnak a világ aktuális történéseire, és pillanatok alatt felismerik, hogyan húzhatnak hasznot azokból, de általában mindig elhangzik az a mondat, hogy ez velem úgyse történik meg, és lehet, hogy ez már sokszor elhangzott a hallgatók közül is, akiket most már szeretettel köszöntök a Ludovica Podcast következő adásában. Én Pál Falvi Zoltán vagyok, és akit még köszöntök, az Simon Béla rendőr, alezredes a bűnügyi, gazdaságvédelmi és kiberbűnözés elleni tanszékra. Szervusz, szia, köszöntelek! Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! A téma már valóban egy kicsit olyan, hogy rendben sok a csaló az interneten, oké, okay, tudom, hagyjatok már békén, tisztában vagyok vele, de vajon a statisztikák is erről árulkodnak, hogy most már tényleg nem kell róla beszélünk, vagy egészen más a helyzet? Hát sajnos a statisztikák azok elég rossz képet festenek, és a jövőt sem mondhatjuk rózsásnak, és amikor azt mondtad az imént, hogy engem úgy sem fognak átverni. Nos, uh... Elmondhatom, hogy engem és még a kollégáim egy részét is átverték már. Való igaz, hogy nem nagy összeggel, és mi is tisztában voltunk azzal, hogy, hogy nem biztos, hogy teljesen biztonságos az a tranzakció, amit kezdeményeztünk. Kicsit talán tanulópénznek is szántuk a dolgot, de még mi magunk is megégettük magunkat. Tehát, a legfelkészültebbek, a leginkább szkeptikusak, kételkedők is olykor-olykor bedőlhetnek kisebb csalásoknak. Nyilván ezek nem fájnak annyira, a nagy csalások annál inkább, és, és ezeknek a, a megelőzése az mindenképpen a, a potenciális sértettek tudatosságának a növelésével oldható meg. A kedvelők a kollégák véletlenül? Nem, legót azt, azt nem vásároltunk online. <laughs> Mindig szembe jön egyébként az ilyen különböző legó csalások. Azt szerintem nem titok senki számára, vagy nem ismeretlen, hogy több százezer forint is lehet egy, egy ilyen nagyobb legó, különösen, hogyha valami filmben szereplő tárgyról van szó, és pár ezer forintokért kínálják olyan kamu Facebook oldalakról, meg weboldalakat is készítenek, tehát konkrét energiát fektetnek rá. És komoly hálózat működik, azon szerintem napi 8 órában legalábbis látszatra úgy néz ki, hogy ezekben tényleg időt ölnek. Ez egy nagyon lukratív ténykedés bűnözői oldalról. Tehát, hogy ebbe időt, energiát, erőforrást érdemes áldozni, mert jó eséllyel meg fog térülni. Ezzel nem azt mondom, hogy álljon neki mindenki kibercsalásokat megvalósítani, de látva az egyes sorozat jellegű cselekményeket, és látva, hogy ahhoz milyen erőforrásokat használtak fel az elkövetők, mennyi időt, energiát áldoztak arra, hogy, hogy kamuprofilakat erre a célra dedikált weboldalakat, fizetési lehetőségeket, és itt tovább, és itt tovább hozzanak létre, és hogy aztán milyen nagyszámú áldozatot sikerült ezek, segítségével megfosztani a jövedelmük egy részétől. Azt mondhatjuk, hogy, hogy tényleg bűnüldözői oldalról is van még hova fejlődnünk, de, de az elkövetők tényleg egyre szofisztikáltabb megoldásokhoz folyamodnak. Azt is látjuk, hogy az internetes csalók mindig alkalmazkodnak a világ aktualitásaihoz. Például ott volt a Covid és akár ilyen egészségügyi befektetési csalásokkal is találkozhatott az ember, és tényleg mindig próbálnak rájulni az aktuális gyengeségeinkre. Most éppen mi a trend vagy mitől kell most feljünk? É, igen a Covid az nagyon jó iskola példája volt ennek, hogy ha maszkot, ha fertőtlenítőszert, ha bármit szeretnénk vásárolni, akkor akkor milyen kihagyhatatlan ajánlatokkal uh, próbálnak minket ehhez hozzájuttatni. Hát uh, mindig, uh, máshonnét kezdem, a uh, tudományosan igazolt és, és valós esemény sorozat is volt ezzel kapcsolatban, hogy uh, volt olyan, uh, olyan elkövetői csoport, aki szisztematikusan azért fejlesztett egy, uh, egy botnet hálózatot, azaz fertőzött meg nagy számú számítógépet, hogy ezáltal vizsgálják azt, hogy milyen kereső kifejezéseket használnak a böngészőkbe az állampolgárok ugyan blokk. És hogyha látták, hogy valami most aktuálisan trendi, valamilyen kereső kifejezés, akkor utána tudták, hogy figyelembe véve a kereső robotok algoritmusát és az erre kitalált oldalaknak a működését, hogy mit kell ahhoz tenniük, hogy, hogy betaláljanak az első három találat, amit, amit egy böngésző találati lista első három találatához bekerüljenek, hogy, hogy klikkelést kapjanak, és fertőzött oldalakat hozzanak el létre. Szóval azt akarom mondani, hogy, hogy majdnem mindegy, hogy most azt mondjuk, hogy kriptovaluta, hogy azt mondjuk, hogy a háborúval összefüggő aktuális kereső szavakat gondolnánk, vagy mondanánk, mint, mint ami, amire ráakaszkodva a csalit tulajdonképpen bedobhatják az elkövetők a, a horgot, ha így, vagy a, a csalit így a közénk. Ez folyamatosan változik. Tehát, hogy nem mondhatom azt, hogy, hogy most aktuálisan felkészülhetünk egy csalási hullámra egy bizonyos témakör köré, mert két nap múlva lesz egy újabb kereső kifejezés, ami aztán érdeklődésre tart számot, és akkor az lesz az, amire klikkelni fognak a polgárok. Ez folyamatosan változik. Nőtte egyébként az online csalások száma? az elmúlt évekhez képest tudatosabbak lettünk-e azzal, hogy igazából mi is tapasztaltabb internet felhasználók vagyunk, vagy nem? A bizonyos területen a tudatosság nőtt. Tehát a, 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 ahhoz képest, hogy milyen irtózatos méretben szaporodtak el a kéretlen SMS-ek, amelyekbe különféle linkek érkeznek, hogy a, kaptam postai küldeményt, be kell fizetnem az adót, lejárt a Netflix előfizetésem, meg kell újítanom, fizetési hátralékon van a -e, stb. 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 Eh, ahhoz képest, hogy ez milyen nagy méreteket ölt, eh, nem párhuzamosan alakul a feljelentések száma. Tehát itt már látható, hogy immunizálódik egy kicsit a társadalom, annyira sok ilyen káresemény történt, hogy Mindenki, aki SMS-ben kap egy linket, az, az alapból azt feltételezi, hogy az, az egy csalás, és hogy nem szabad rá követnie a linket. Ö, azt lehet mondani, hogy bizonyos területeken megvannak ezek a, az immunizálódási folyamatok, de de azt is látjuk, hogy ez, ez soha nem lesz teljes körű, tehát mindig fognak találni áldozatokat. És azt is látjuk, hogy egyre összetettebb módszerek vannak, és egyre jobban tudnak sértettek érzelmeivel játszani az elkövetők. Szóval, hogy az elmúlt időszakban. Mind a mai napig az egyik legnagyobb kártéteménnyel járó csalások ahhoz kapcsolódnak, hogy sokszor hideghívással, vagy e-mailel, vagy valahogy felveszik a kapcsolatot a sértettekkel, és azt érik el, hogy az infokommunikációs eszközeikre telepíthessenek enideszket, vagy valamilyen távoli asztal kapcsolatot. A lényeg, hogy a telefonra, számítógépre, vagy mindkettőre szerezzék meg az elkövetők a hozzáférést, és ilyen módon két-három faktoros azonosítást is kérhetünk, ha, ha mindegyik már az elkövetők, mármint hogy üzemeltetők kérhetnek két-három faktoros azonosítást is, ha mindegyik az elkövetők birtokában van, akkor nyilván autentikálni tudják, tehát hogy igazolni tudják a pénzügyi tranzakciókat, a lényeg, hogy, hogy ezek a, a visszaélési módok, ezek az elmúlt időszakban nagyon elterjedtek, és nagyon nagy kár események kapcsolódnak ezekhez. Ez most az egyik elég nagy fejtörés egyébként a bűnüldöző szerveknek, nem csak Magyarországon, szerte Európában. Ugye az áldozatok száma nem növekszik a bejelentett feljelentések számával ahogy kezdted az előbbi gondolatot. Mikor elvárható egyébként egy áldozattól, hogy, hogy bejelentést tegyen? Most arra gondolok, hogy szerintem nagyjából sokan pessimisták afelől, hogy eleve egy olyan anonimitást ér el az internetes csaló, ami már ijesztő, és arra gondolhatunk, hogy na, jól van, most levette tőlem ezt a pár ezer forintot, úgy találják meg, mert olyan bonyolult uh, szoftvereken keresztül, vagy nem is tudom, uh, hálózaton keresztül, meg idő is, mire utána járnak, hogy eleve azt mondja az ember, hogy én igazából be se jelentem. Jó viszont, vagy jó lenne, hogyha bejelentené? Akár a legkisebb csalást is. Nyilván, hogyha egy nagyobb mértékű lopásról van szó, szerintem akkor azért gyakrabban tesznek feljelentést. Uh, hát, uh, ha a bűnöldöző szerveket nézzük a bűnüldöző szervek, ha minden egyes legapróbb internetes visszaélésről, feltörési kísérletről, csalási kísérletről tudomást szereznének, és mindegyikre eljárást kezdeményeznének, az elég jelentős ügyterhet generálna. Ugyanakkor, amikor egy sorozat jellegű bűncselekménynek a felderítését kell megvalósítani, akkor viszont akkor van esélyünk megtalálni az elkövetők, ha az egy, egy, egy láncolatba tudjuk illeszteni az elkövetési magatartásokat, mert abban bízhatunk, hogy ha 25-ször nem is hibázott az elkövető, de 26-odjára mondjuk nem úgy állította be a VPN-t, vagy éppen kitekintett a, az, a, a hamis identitása mögül valahogy egy olyan internetes felületre, ahol aztán a rendszer regisztrálta, és a valós kiléte megállapítható. Szóval hogy ebből a szempontból euh, célszerű volna, hogy a, az áldozatok bejelentést tegyenek, de az is igazság és valóság, hogy a sértettek nagyon sok esetben euh, nem tesznek feljelentést, különösen a kis összegű euh, káreseményekkel kapcsolatban. E, ennek van pszichológiai, kriminológiai háttere is a, sértettek nagyon sok esetben a, a, a tranzakció mögött valami fajta kapzsiság, a, az esendőség. Félnek bevallani mondjuk a hiszékenységüket, hogy igen, a, hogy a leplet a magukról igazából, hogy ők bedöltek ennek, és akkor ez most nevetséges lehet. Pontosan, pontosan. Tehát vannak olyan esetek, amikor hidegfeljel, lehiggadva, nem a döntés hevében utóbb sértett is végiggondolja, és rájön, hogy, hogy nagyon észszerűtlenül cselekedett. Ön maga előtt is valamennyire szégyenli, hogy bedőlt a csalóknak, nem akarja ezt még a nyomozóhatóság, a rokonság, az ismerettségi körének is a, a tudomására hozni. Van ez, ami egy, egy jelentős látenciát, Ö, okoz, Úgy szintén a, az állampolgárok számára negatív tényezőként hat, hogy nem akar ö, több költséget és, ö, és hátrányt okozni magának. Ö, mit értünk ez alatt? Hogy nem akar mondjuk bemenni egy kapitányságra, ott sorba állni, ülni azért, hogy feljelentést tehessen. Aztán utána még, ha az eljárásnak lesz valamilyen folyománya, még tanúkihallgatásra, vagy esetleg bírósági tárgyalásra járni, és az egésznek a végkimenetele az az esetek, a sértettek által vélelmezhető módon, az esetek jelentős részében az, az őt ért kár megtérítésével nem járnak. Tehát, hogy, hogy, nem áll érdekében úgy gondolják a sértettek, hogy, hogy feljelentést tegyenek, mert úgysem fogják visszakapni a pénzüket, Nyilván nem tudja azt mondani a nyomozóhatóság sem, hogy de minden esetben visszakapja az eltulajdonított javait a sértet, de, de az biztos, hogy minden lehető eszközzel azon vagyunk, hogy ezt megtegyük. Tehát ha nem is szerzünk róla a tudomást, akkor nem fogunk tudni, mint nyomozóhatóság segíteni. De, de a látencia az, az nagyon nagy. És amit, amit elkezdtem mondani, és uh, amiről úgy beszéltünk, tehát hogy hogy, uh, hogy vannak bizonyos tendenciák a, a kisösszegű uh, csalásoknál, nagy a nem mennek be feljelentést tenni, viszont van az az összeg, ami már tényleg annyira fáj, amikor, uh, amikor feljelentést tesznek a sértettek, de nagyon sokszor ez egy hosszas vívódás eredménye. Ami viszont, uh, amit nagyon nem tesz jót a, felderítési esélyeinknek. Ha, ha valaki gyanítja csak, hogy csalás áldozata lett, akkor célszerű ezt a lehető legrövidebb időn belül a nyomozóhatóság tudtára hozni, mert az ilyen jellegű csalások sokszor több szörnyi tran banki tranzakción mennek keresztül, de egész addig, amíg a, a Legális pénzügyi rendszer keretein belül van az összeg. Az úgynevezett FIU egységek, ezek a pénzügyi nemzetközi hálózata, tulaj, hogy leegyszerűsítsem a dolgot, nemzetközi hálózata a pénzmosás elleni egységeknek lehetővé teszik az adott számláknak a zárolását, de ez nyilvánvalóan csak addig megvalósítható, még az az adott összeg a számlákon felelhető, hogyha azt uh, már felvették egy ATM-ből, egy, uh, egy stróman által létrehozott folyószámláról, akkor, uh, akkor nehezebb helyzetbe vagyunk. Tehát, hogy uh, tényleg a percek uh, is számítanak adott esetben, hogy sikerüljen zárolni azt az összeget. Tehát, hogy minél hamarabb a nyomozóhatóság tudomására kell hozni, hogyha áldozatai váltunk egy ilyen bűncselekménynek. Úgy, ahogy az internetes felhasználóknál beszéltünk, tudatosabb és kevésbé tudatosabb személyekről, szerintem hogy a csalók tekintetében is vannak a profik, akár bűnszervezetek, hálózatok és a pitynerebb csalók is. De egy nagyon érdekes területről beszélünk, egy egy, egy, egy olyan, hát nem is tudom, felületről, maga, maga az internet, ahol vegyük az egyszerű csalásokat, hát reklámként jelennek meg tök legálisan az internetes felületeken, a bármelyik oldalon, ugye, azokban a kicsikebb blokkokban oldalt, fejlészben, láblészben, vagy éppen oldalt, hogy kattintsunk rá azonnal, és utána egyértelművé válik, hogy egy totál csalás <laughs> az az oldal, amit majd mondjuk szeretne tőlünk kérni, és ezek legális, látszólag szemmel legálisan tűnnek fel az interneten, és ezt akkor hogy magyar el egy ember egy kevésbé tudatos felhasználónak, hogy az nem igaz? Akár például tényleg idősebb felhasználók számára, hogy figyelj, az valóban nem az. Tudom, látom én is, igen, ott van, rá kattinthatsz, de az nem igaz. Uh, épp a minap uh, jártam én is így, hogy egy uh, csalogató link volt, talán közösségi oldal, talán Facebook. Fotóval, hirdetésként megjelölve, és uh, a dolog lényege az volt, hogy uh, hangzatosan, Közismert személyek befektetéssel kapcsolatos pozitív értékítélete. És aztán ráklikkeltem az oldalra, már csak kíváncsiságból, meg nyilván nekem az informatikai hátterem az otthoni gépemen is azért fel van készítve arra, hogy kártékony kódokat megpróbálok nem összeszedni. Szóval, hogy a, abban a hirdetésben először, és abban a, a kvázi befektetési tanácsadó cikkben nekem az volt a feltűnő, hogy úgy mondjam, túltolták a dolgot. Tehát, hogy ott már mindenki mesébe illő befektetési eredményeket ért el. Hogyha megálltak volna a felénél, még lehet, hogy tovább klikkelten volna olyan módon, ahogy ők azt szerették volna, és eljutottam volna addig, hogy az általuk állított 100 forintos befektetést eszközöljem, Jó, nem valószínű, de hogy, hogy az volt már a gyanús, hogy túlságosan reklámszagú volt, túlságosan szép volt ahhoz, hogy igaz legyen, és akkor kezdtem el gyalakodni. Egész addig egy jól felépített cikk volt az egész, és akkor Utána kezdtem el nézegetni a linket, a, hogy ki regisztrálta, hol regisztrálta, és a szép az volt a dologban, hogy hogy én is láttam, hogy, hogy ez egy nagyon hatékony visszaélési forma, és erről érdemes a nyomozó hatóságokat is értesíteni, tehát elkezdtem az elektronikus feljelentést megtenni, mert egyébként erre is van lehetőség, hogy akkor minél hamarabb kerüljön tiltás alá ez az oldal, elkezdtem összeállítani, és utána visszaklikkeltem az oldalra, és már elérhetetlen volt. Nem jártam utána azóta, mert ez épp a hétvégén volt, nem jártam utána, hogy, hogy az már nyomozóhatósági intézkedés következtében vált elérhetetlenni, vagy így döntöttek az elkövetők, de könnyen lehet, hogy valaki már ezzel a feljelentéssel megelőzött engem, tehát hogy ennek így nem volt értelme, de Tényleg euh, életszerűen tudják euh, a valótlan állításaikat megfogalmazni az elkövetők. És én, én azt mondom, hogy pláne aki nem járatos ezen a területen, annak euh, annak néhány ilyen, ilyen ökölszabályt kell magában elfogadnia. Az, az egyik, hogy hirtelen és azonnal euh, nem fog befektetést eszközölni. Tehát Nincs olyan befektetés, tulajdonképpen, ami amivel kapcsolatos döntést 10 percen belül meg kell hozni. Nincs. És uh, szerintem mindenkinek van az ismerettségi körében uh, egy olyan személy, legyen az unoka, legyen az nagybácsi, bárki, aki járatos a, a pénzügyi világ rejtelmeiben, uh, és azokat a azokat a fogalmakat, amiket ezek a hirdetések, ezek az állítások, amik kereskedelmi uh, hirdetésekben, vagy, vagy Facebook felületen ilyen olyan hirdetésekben megjelennek, hogy azokat tudják értelmezni. Én azt szoktam tanácsolni, hogy, hogy, uh, hogy ne kapkodjuk el az ilyen döntéseket, kérdezzük meg az általunk hozzáértőnek ítélt személyeket, hogy ő szerinte is olyan kihagyhatatlan és csodálatos ajánlat az, amire éppen átutalni szándékozunk, vagy, vagy, vásárolni szeretnénk a termékből. Mert hogyha ha egy, egy ebben járatos személy átverésére is alkalmas az a, az a, megtévesztő információ, akkor legalább elmondhatjuk, hogy, hogy nem véletlenül estünk abba a csapdába, de hogyha ezeket az óvintézkedéseket megtesszük, akkor jó eséllyel elkerüljük ezeket a buktatókat, ezeket a sértetté válási lehetőségeket. Egy személyes a tevékenységét önállóan űző csalókról már nagyon sokat hallottunk, és többet is láttunk már, akár világi szinten, akár mondjuk a dokumentumfilmekben is. Itt nagyon gyakori téma ugye a, a, a itt ezzel kapcsolatban is nagyon, nagyon érdekes, hogy nem is feltétlenül csalás, amúgy az, hogyha szívességből kérnek valakitől a pénzt. Egy szómi száz fajta bukásokat már nagyon sokat láttunk, de nagyobb bűnszervezetek után mennek -e egyébként a hatóságok, vagy történt-e már itt leleplezés hálózatok irányában? Igen, sőt, folyamatban van több ilyen. Nyilván a nyomozás érdekeit szem előtt tartva ezekről a konkrét esetekről nem adhatok itt számot, de azt azért el lehet mondani, hogy, hogy különféle csalási, elkövetési magatartásoktól, függetlenül attól, hogy cégeket támadnak és a számlaforgalmat akarják eltéríteni. Tehát, hogy, hogy van egy korábbi számlaforgalmunk, és eztán az új számlát kérjük, hogy a megváltozott számla számra legyen kedves utalni, vagy az, hogy az ügyvezető szerepében eljárva utasítja a pénzügyi vezetőt az elkövető, hogy, hogy egy nagyon akut helyzetben gyorsan ne kérdezzen, ne mondjon senkinek semmit, utaljon egy bizonyos összeget egy bizonyos számlára. Szóval az egyéni és a csoportos elkövetési magatartásnál is igaz az, hogy hogy elkülönülnek az elkövetői szerepek. Egyre ritkább az, hogy egy elkövető meg tudja valósítani az informatikához kapcsolódó részét a, a bűncselekménynek, meg tudja valósítani a social engineering, azaz a pszichikai manipuláción múló részét az elkövetési magatartásnak, és meg tudja valósítani azt, hogy a bűncselekményből származó javakat végül fizikálisan megszerezze. Ez a legutóbbi mozzanat, ez tulajdonképpen a pénzmosás, ez a legtöbb esetben úgy néz ki, hogy, hogy hajléktalanok vagy, vagy strómanok nevére nyitott számlákra érkezik meg az összeg, és mondjuk azt a, az elkövetői körhöz tartozó személyek ATM-ekből kiveszik készpénzként, ergo onnétől kezdve nehezen követhető ugye a, a, pénznek az útja, és nehezen vonható kényszerintézkedés alá. De egy a lényeg, hogy, hogy majdnem mindegy, hogy milyen az elkövetési magatartás, hogy, hogy üzleti e-mailezésben eltérítik a számlaforgalmat. Azt mondják, hogy a korábbi számlaforgalomhoz képest egy új számlaszámra kérjük a, az általunk kibocsátott számlát megfizetni. Valójában nem is az elkövetők küldték azt a számlát, hanem csak a számlaforgalmat térítik el. Mindegy az, hogy egy ügyvezetőt megszemélyesítve a cég alkalmazottait utasítják arra, hogy utaljanak bizonyos összeget bizonyos számlára, vagy valamilyen romantikus indítatásból egy amerikai tengerészgyalogos lábának a megmentése érdekébe annak az ápolása vagy az orvosi ellátására utalnak a sértettek összeget, elkülönülnek a, a szerepek, tehát egy egy jól struktúrált szervezet kell, aki az egyes eljárási cselekményeket, az egyes bűnelkövetési mozzanatokat megvalósítja. És elmondható egyébként, hogy hogy vannak erre szerveződések, amit, amit egyébként láthatunk a Darkneten is, titkosított hálózati forgalom mögött, anonimizált módon szerveznek, keresnek, kutatnak erre elkövető társakat. Tehát elmondható az is, hogy olyan személyek is részt vesznek az elkövetésbe, akik egyébként nem antiszociális személyiségjegyekkel terheltek, az informatikában járatosak, és a, a bűncselekmény egy részmozzanatát díjazás fejében anonim módon elvégzik úgy szintén vannak olyanok, akik, akik jól kommunikálnak telekommunikációs eszközön, és, és nem annyira távoli az, amit egyébként Indiától kezdve Észtországon át több helyen is felderítettek, hogy ilyen call center központok működnek, amelyek arról szólnak, hogy embereket próbálnak felhívni és rábírni arra, hogy hogy valamilyen tranzaktálást megvalósítsanak. Szóval, hogy, hogy az elkövetői csoportok, azok nagyon jól struktúráltak, és, és adott esetben nagyon sok embert működtetnek, és az a, az a szörnyű helyzet, hogy ez már magyar nyelven is elég, elég hatékony, és elég nagy kárértékkel járó bűncselekmény sorozatokat eredményez egészen elképesztő, hogy már milyen helyekről érkezhetnek akár állásajánlatok az, irányunkba. A mai nap folyamán azért sok gyakorlati példa mellett sok tanács is elhangzott, úgyhogy kívánom mindenkinek, hogy kerülj el, vagy legalábbis valahogy úsza meg az internetes csalásokat. Nem könnyű, az biztos, mert hát az internetes csalások nagyjából egyidősek az internettel. Ez így igaz. Én azt javasolnám, hogy erre szálljunk időt, energiát, és keressünk fel ezzel kapcsolatos oldalakat. Én például egy közelmúltban indult kezdeményezés, a kiberpajzs.hu oldal tudnám javasolni. Médiakampányon kívül a, a, a magu az oldal is nagyon informatív. Érdemes ezeket a, ezeket a példákat, amelyeket ott látunk megismerni, áttanulmányozni és, és felvértezni magunkat azokkal az ismeretekkel, amelyekkel megold, meg elkerülhetjük ezeket a káreseményeket. Nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm. A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm szépen, és tényleg vigyázzanak magukra viszont Ludovika Podcast. Tudomány mindenkinek.